Én is tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, és köszöntöm a város lakosságát a média felületek előtt, otthonunkban és köztereken mindenütt, ahol ajkai ember él. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a karácsonyi vásár, ez egy szerény körülmények között született, és én nem emlékszem az utóbbi időben olyanra, hogy ilyen visszafogott érzésekkel várjuk a karácsonyt, de hát a helyzet sem könnyű Magyarországon, vagy a világban. Minden esetre nekünk is túl kell lennünk ezen a válságon, amiben most az ország szenved. Szeretnék megemlékezni azokról, akiknek nem sok minden jut karácsonykor, azokról is, akik otthon ülnek a hideg szobában, emlékeznek a gyerekkorukra, vagy a család elszármazott tagjaira, hogy velük vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy ha mondjuk, ha a szemünkkel szeretjük a másikat, az valahogy el fog jutni azokhoz, akik egyedül élnek, és hát, ha nincs is jó kedvük, de azt kívánom, hogy ne legyenek szomorúak. Ugyanakkor a város az egy olyan közösség, hogy nem csak a természetes személyek, hanem a város részeknek az egysége is, és ilyen értelemben nagy-nagy szeretettel köszöntöm valamennyi városrészünket. Tehát talán elsősorban, ugye, hogy itt vagyunk, Ajkát, aztán Tósokot, Berényedet, Gyepest, Rendeket, Babucsát, a bányásztelepet, Csingert, a Csikólegelőt, Bódét, Csékutat és Padragot. És valamennyi városrészünk lakóinak kellemes ünnepeket kívánok, érezzék jól magukat, és ne szegjék kedvüket azok a körülmények, amelyek most vannak, hanem ezen is túl leszünk, és remélhetőleg néhány hónapon belül újra tudunk egymásnak örülni, és javulnak a magyarországi körülmények is. Tehát azt gondolom, hogy ez olyan nehéz, ahogy én ezt szoktam beszédeim végén említeni, hogy élvezzék az életet, hogy ezt egyre kevésbé tudják megtenni, és ez olyan nehéz, mint ahogy nehéz ezt nekem például angolul kimondani. Enjoy your life. Élvezzék az életet.